Dél-Magyar Podcast, Dél magyar Podcast! Hírek, helyben, azonnal! Dél-Magyar Dél magyar Podcast! A Talentum Alapítványról beszélgetünk, Zsivkovics Négyenes Krisztinával, ügyvezetőigazgatóval, szakmai vezetővel, illetve egészen pontosan Talentum Alapítvány az önkéntesség támogatásáért. Üdvözlöm nálunk! Jó reggelt kívánok én is! Mikor és miért hozták létre a talentumot? A talentum alapítvány az, mint civil szervezet 2002-ben indult, de előtte már nonformálisan működött, hiszen azt érzékelték, akik annak idején létrehozták, hogy az önkéntesség ugye Magyarországon a rendszerváltás után eléggé elindult, és különböző külföldi példákat megvizsgálva azt láttuk, hogy itt is van helye Magyarországon, de ekkor még nonformálisan működött, egy kis közösség kezdeményezte. Aztán 2002-re megérett a helyzet arra, hogy lehessen egy civil szervezetet is létrehozni, úgyhogy tulajdonképpen a Talentum Alapítvány az önkéntesség támogatásáért, mint civil szervezet 2002 óta működik itt Szegeden, a Vármegyében, és azért regionálisan és országosan is mindenféle programokban részt veszünk. Az önkéntesség van a fókuszban. Kezdjük talán onnan, hogy Miért jó, hogyha valaki önkéntes tevékenységet vállal? Az önkéntesség az egy nagyon izgalmas téma terület, mert korosztálytól függetlenül szinte mindenki meg tudja benne találni azt, amit keres. Én mindig azt szoktam mondani, hogy az önkéntesség egy olyan tevékenység, amikor úgy tudunk másoknak segíteni, hogy mi is találunk benne magunknak örömet, és mi is jól járunk általa. Hiszen a fiataloknál szerzés nagyon erősen jelen van. A középkorosztálynak, aki dolgozik mondjuk egy munkahelyen, akkor ő, ha elmegy önkénteskedni még máshova, akkor egy kicsit így kivozdul a munkahelyi légkörből. És az idősek számára pedig az, hogy ne otthon üljenek egyedül, hiszen van nagyon sok, látom, hogy például tehetséges ovónő, vagy bölcsödei dolgozó, aki utána önkéntesként gyerekekkel foglalkozik, nagyon-nagyon ügyesek. Tehát, de mindenki, bárki idősként vállalhat önkéntes tevékenységet, ő nekik pedig az, hogy így kimozduljanak, közösségben legyenek. Hogyan indult ez az egész? Azt tudták, hogy önkénteseket szeretnének egy-egy célra toborozni, vagy az volt meg elsőbb, hogy kik szeretnének önkénteseket foglalkoztatni? Igen, ez a tyúk vagy tojás kérdése, hiszen ahhoz, hogy önkénteseket toborozzunk, ahhoz tudnunk kellett azt, hogy hova lehet őket küldeni. Egy önkéntes központnak az a feladata egyébként, hogy megtalálja az önkénteseket, és kiküldje más civil szervezetekhez vagy intézményekbe is. Természetesen nálunk is vannak önkéntesek, vannak saját programjaink, de ha valaki azt mondja, hogy ő szeretne környezettel, védelemmel foglalkozni, akkor azt nem tartjuk magunknál, hanem tovább küldik egy olyan szegedi Szervezethez, akik kifejezetten környezetvédelemmel foglalkozik, tehát mi így továbbítjuk is az önkénteseket. Ezért nagyon fontos volt az indulásnál, hogy mind a két oldalt egyformán toborozzuk. Hiszen a fogadó szervezeteket, így hívjuk, a civil szervezeteket, intézményeket, képesség kell tennünk arra, meg képesség kell, hogy váljanak, hogy jól tudják az önkénteseket fogadni. Mert ha van egy tetrekész lelkes önkéntes, aki elmegy egy civil szervezethez, és ott nem fogadják őt felkészülteni, Jól, akkor egy idő után ő onnan el fog jönni, és csalódott lesz az önkéntességben. Ezért nagyon fontos mind a két oldalt segíteni, támogatni, és hogy ez egy jól egymásra találjanak a szervezetek. Ezért a Talentum egyébként képzi az önkénteseket és a befogadó igen, is. Igen, igen. Mind a két oldal számára a fogadóhelyek számára önkéntes menedzsment képzéseket szoktunk tartani, vagy felkészítéseket, akár az online térben, akár személyesen, vagy van olyan, hogy valaki elindul és van valamilyen elakadás, akkor tanácsadást is szoktunk. És vannak olyan önkéntes tevékenységek, például tipikusan a kórházi önkéntesség ilyen, amikor felkészítés után lehet csak bemenni a kórházba önkéntesnek. A szociális terület általában olyan, ahol felkészítések fontosak. Nagyon fontos megismerni a célcsoportot, hogy kik az idősek, kik azok a fogyatékos személyek, vagy kik azok a betegek, akikkel mi dolgozunk, és hát nagyon sok olyan körülmény van még, amit fontos tudni az önkéntesnek. de mondok egyet, hogy ne lépje át a határai. Itt, amikor ő foglalkozik akár gyerekekkel, ott nem kezdhet el a szülőknek tanácsot adni, vagy a gyerekeknek gyereknevelés, mert egy önkéntes, ha arra van felkérve, hogy játszon a gyerekekkel, akkor neki az a feladata. És ezért nagyon fontos, hogy a felkészítés meg legyen, hogy biztonságosan tudjanak az önkéntesek is tevékenykedni. A gyakorlatban a Talentum Alapítvány együttműködésben van olyanokkal, akik ezeket a képzéseket le tudják bonyolítani, vagy van alkalmazásban ilyen szakember? Hát mi magunk az idő folyamán kiképeztük magunkat trénerré, hiszen az az elvünk egyébként a Talentum Alapítvány, hogy mindenkinek kell önkénteskednie, és minden új területet, amit elindítunk, ott ki is próbáljuk magunkat önkéntesként, pont azért, hogy legyen tapasztalatunk, és általában, aki képzéseket tart, vagy felkészítéseket, azoknak mindnek nagyon sok tapasztalata van a fogadásról is, hiszen a Talentum Alapítvány fogad, és az önkéntességről is, hiszen mi magunk is mindig kipróbáljuk magunkat önkéntesként, ezért így Tudunk olyan dolgokat mondani, vagy olyan tapasztalatokat átadni, amik tényleg valósak, és valósan segítik a szervezeteket. És egyébként meg kívülről mindig sokkal könnyebb megmondani egy fogadó szervezetnek, hogy hogyan jó önkénteseket fogadni. A Talentum Alapítvány is fogad tehát önkénteseket. Igen. Az alapítvány munkáját ők hogyan tudják segíteni? Nyilván azért fogadjuk őket, mert nagyon nagyban támogatják a munkánkat. Mindig azt szoktam mondani, hogy az önkéntesek kicsit így a meghosszabbított kezei egy civil szervezetnek. Nálunk például most, ami nagyon aktuális, nyáron fesztiválok vannak, szeretünk ezekre a fesztiválokra járni, népszerűsíteni az önkéntességet, de hát ott reggeltől estig kincstandolni, nagyon nehéz lenne a munkatársainknak, csak ezért van egy fesztivál munkacsoportunk, akik például szoktak menni a fesztiválokra, őket megtanítottuk arra, hogy hogyan népszerűsítsék az önkéntességet, mellesleg egy nagyon jó csapat, egész fiatal, 16 évestől nyugdíjasokig mindenféle korosztály megtalálható benne, és ők így járnak ezekre a fesztiválokra. Ezen kívül természetesen idős otthonokban is viszünk önkénteseket, akkor van egy ilyen csapatunk is. Kicsit a mindennapi munkánkat, hogyha egy nagyobb projektben vagyunk benne, akkor toborzunk önkénteseket, meghívunk, és ők is segítik. De van egy saját programunk, a Szegeden a klinikai központban beteg segítő önkénteseink vannak, azok is a mi önkénteseink, akik tőlünk járnak be a kórházi osztályokra. Ezekre a programokra is kitérünk, de megütött a fülem, hogy 16 éves. Dél-Magyar Podcast! Dél-Magyar Podcast! Hírek! Helyben! Azonnal! Dél-Magyar Dél Magyar Podcast! A Talentum Alapítványról beszélgetünk, Zsivkovics négyenes Krisztinával, ügyvezető, igazgatóval, szakmai vezetővel, illetve egészen pontosan Talentum Alapítvány az önkéntesség támogatásáért. Üdvözlöm nálunk! Jó reggelt kívánok én is! Mikor és miért hozták létre a talentumot? A talentum alapítvány az, mint civil szervezet 2002-ben indult, de előtte már nonformálisan működött, hiszen azt érzékelték, akik annak idején létrehozták, hogy az önkéntesség ugye Magyarországon a rendszerváltás után eléggé elindult, és különböző külföldi példákat megvizsgálva azt láttuk, hogy itt is van helye Magyarországon, de ekkor még nonformálisan működött, egy kis közösség kezdeményezte. Aztán 2002-re megérett a helyzet arra, hogy lehessen egy civil szervezetet is létrehozni, úgyhogy tulajdonképpen a Talentum Alapítvány az önkéntesség támogatásáért, mint civil szervezet 2002 óta működik itt Szegeden, a Vármegyében, és azért regionálisan és országosan is mindenféle programokban részt veszünk. Az önkéntesség van a fókuszban. Kezdjük talán onnan, hogy miért jó, hogyha valaki önkéntes tevékenységet vállal? Az önkéntesség az egy nagyon izgalmas téma terület, mert korosztálytól függetlenül szinte mindenki meg tudja benne találni azt, amit keres. Én mindig azt szoktam mondani, hogy az önkéntesség egy olyan tevékenység, amikor úgy tudunk másoknak segíteni, hogy mi is találunk benne magunknak örömet, és mi is jól járunk általa. Hiszen a fiataloknál szerzés nagyon erősen jelen van. A középkorosztálynak, aki dolgozik mondjuk egy munkahelyen, akkor ő, ha elmegy önkénteskedni még máshova, akkor egy kicsit így kivozdul a munkahelyi légkörből. És az idősek számára pedig az, hogy ne otthon üljenek egyedül, hiszen van nagyon sok, látom, hogy például tehetséges ovónő, vagy bölcsödei dolgozó, aki utána önkéntesként gyerekekkel foglalkozik, nagyon-nagyon ügyesek. Tehát, de mindenki, bárki idősként vállalhat önkéntes tevékenységet, ő nekik pedig az, hogy így kimozduljanak, közösségben legyenek. Hogyan indult ez az egész? Azt tudták, hogy önkénteseket szeretnének egy-egy, célra toborozni, vagy az volt meg elsőbb, hogy kik szeretnének önkénteseket foglalkoztatni? Igen, ez a tyúk vagy tojás kérdése, hiszen ahhoz, hogy önkénteseket toborozzunk, ahhoz tudnunk kellett azt, hogy hova lehet őket küldeni. Egy önkéntes központnak az a feladata egyébként, hogy megtalálja az önkénteseket, és kiküldje más civil szervezetekhez vagy intézményekbe is. Természetesen nálunk is vannak önkéntesek, vannak saját programjaink, de ha valaki azt mondja, hogy ő szeretne környezettel, védelemmel foglalkozni, akkor azt nem tartjuk magunknál, hanem tovább küldjük egy olyan Szeged szervezethez, akik kifejezetten környezetvédelemmel foglalkozik. Tehát mi így továbbítjuk is az önkénteseket. Ezért nagyon fontos volt az indulásnál, hogy mind a két oldalt egyformán toborozzuk. Hiszen a fogadó szervezeteket, így hívjuk a civil szervezeteket, intézményeket, képessé kell tennünk arra, meg képesség kell, hogy váljanak, hogy jól tudják az önkénteseket fogadni. Mert ha van egy tetrekész lelkes önkéntes, aki elmegy egy civil szervezethez, és ott nem fogadják őt felkészülteni, jól, akkor egy idő után ő onnan el fog jönni, és csalódott lesz az önkéntességben. Ezért nagyon fontos mind a két oldalt segíteni, támogatni, és hogy ez egy jól egymásra találjanak a szervezetek. Ezért a Talentum egyébként képzi az önkénteseket és a befogadó igen, is. Igen, igen. Mind a két oldal számára a fogadóhelyek számára önkéntes menedzsment képzéseket szoktunk tartani, vagy felkészítéseket, akár az online térben, akár személyesen. Vagy van olyan, hogy valaki elindul, és van valamilyen elakadás, és akkor tanácsadást is szoktunk, és vannak olyan önkéntes tevékenységek, például tipikusan a kórházi önkéntesség ilyen, amikor felkészítés után lehet csak bemenni a kórházba önkéntesnek. A szociális terület általában olyan, ahol felkészítések fontosak. Nagyon fontos megismerni a célcsoportot, hogy kik az idősek, kik azok a fogyatékos személyek, vagy kik azok a betegek, akikkel mi dolgozunk, és hát nagyon sok olyan körülmény van még, amit fontos tudni az önkéntesnek. De mondok egyet, hogy ne lépje át a határai amikor ő foglalkozik akár gyerekekkel, ott nem kezdhet el a szülőknek tanácsot adni, vagy a gyerekeknek gyereknevelés, mert egy önkéntes, ha arra van felkérve, hogy játszon a gyerekekkel, akkor neki az a feladata. És ezért nagyon fontos, hogy a felkészítés meg legyen, hogy biztonságosan tudjanak az önkéntesek is tevékenykedni. A gyakorlatban a Talentum Alapítvány együttműködésben van olyanokkal, akik ezeket a képzéseket le tudják bonyolítani, vagy van alkalmazásban ilyen szakember? Hát mi magunk az idő folyamán kiképeztük magunkat trénerré, hiszen az az elvünk egyébként a Talentum Alapítvány, hogy mindenkinek kell önkénteskednie, és minden új területet, amit elindítunk, ott kis ki próbáljuk magunkat önkéntesként, pont azért, hogy legyen tapasztalatunk, és általában, akik képzéseket tart, vagy felkészítéseket, azoknak mindnek nagyon sok tapasztalata van a fogadásról is, hiszen a Talentum Alapítvány fogad, és az önkéntességről is, hiszen mi magunk is mindig kipróbáljuk magunkat önkéntesként, ezért így tudunk olyan dolgokat mondani, vagy olyan tapasztalatokat átadni, amik tényleg valósak, és valósan segítik a szervezeteket. És egyébként meg kívülről mindig sokkal könnyebb megmondani egy fogadó szervezetnek, hogy hogyan jó önkénteseket fogadni. A Talentum Alapítvány is fogad, tehát önkénteseket. Igen. Az alapítvány munkáját ők hogyan tudják segíteni? Nyilván azért fogadjuk őket, mert nagyon nagyban támogatják a munkánkat. Mindig azt szoktam mondani, hogy az önkéntesek kicsit így a meghosszabbított kezei egy civil szervezetnek. Nálunk például most, ami nagyon aktuális, nyáron fesztiválok vannak. Szeretünk ezekre a fesztiválokra járni, népszerűsíteni az önkéntességet, de hát ott reggeltől estig kincstandolni, nagyon nehéz lenne a munkatársainknak csak, ezért van egy fesztivál munkacsoportunk, akik például szoktak menni a fesztiválokra, őket megtanítottuk arra, hogy hogyan népszerűsítsék az önkéntességet. Mellesleg egy nagyon jó csapat, egész fiatal, 16 évestől nyugdíjasokig, mindenféle korosztály megtalálható benne. És ők így járnak ezekre a fesztiválokra. Ezen kívül természetesen idősotthonokban is viszünk önkénteseket, akkor van egy ilyen csapatunk is. Kicsit a mindennapi munkánkat, hogyha egy nagyobb projektben vagyunk benne, akkor toborzunk önkénteseket, meghívunk, és ők is segítik. De van egy saját programunk, a Szegeden a klinikai központban beteg segítő önkénteseink vannak, azok is a mi önkénteseink, akik tőlünk járnak be a kórházi osztályokra. Ezekre a programokra is kitérünk, de megütött a fülem, hogy 16 éves. Van alsókor határ? Tényleg nincsen. Azt szoktuk mondani, hogy a kisgyerekek azok ugye önállóan úgysem tudnak önkénteskedni, és azt már egy kicsit ilyen családi önkéntességnek hívjuk, hiszen ha egy nagymama, egy anyuka, egy család elviszi a gyerekeket, és bevonják őket az önkéntességbe, az már kicsit családi önkéntesség. Aztán utána ugye van a középiskolás korosztály, ami egy speciális terület is tud lenni, hiszen az iskolai közösségi szolgálat ugye egy önkéntességre rá vezető út. Ők nagyon sokat önkénteskednek ebben, és utána sokan eljönnek külön is önkénteskedni, úgyhogy nincs olyan korosztályi kikötöttség, csak annyi, hogy a kiskorúakra ugye mindig tudni kell a szülőknek, hogy ők önkéntességet vállalnak, és hogy mit vállalnak, és hogy hova engedik el a gyereküket. Több programja is van a Talentum Alapítvány ilyen például, ahogy már említette, a kórházi önkéntes program? Igen, igen. Ez miről szól? Ez arról szól, hogy a Szegedi Klinikai Központnak különböző osztályaira járnak be önkéntesek, és nyilván nem gondozói vagy ápolói tevékenységet végeznek, hanem kiegészítik, inkább a, a, hangulatot segítik. Azt, hogy amikor bent van egy beteg, és mondjuk van szabad ideje, akkor vannak különböző lehetőségek arra, hogy társas játékozzunk velük, sétáljunk velük, beszélgessünk velük, tehát, hogy mi egy kicsit ilyen szint viszünk, úgymond a kórházi osztályokra. Azért egy kórházi környezet nem, nem egy könnyű környezet, hogyha belegondolunk. Igen, az önkéntességnek nagyon sokféle fajtája van. Vannak nagyon felszabadító, jó hangulatú, hiszen például egy fesztivál munkacsoport azért nyilván egy fesztivál közegben dolgozik, nagyon sok emberrel találkozik, de vannak nagyon nehéz helyzetek, amikor demens időseknek segítünk, amikor kórházi beteg gyerekeknek segítünk a napját szebételni, egészen széles skálámozok az önkéntesség. Nyilván, hogy ami amikor nehéz terepre küldjük az önkénteseket, mi is jobban odafigyelünk arra, hogy mentálisan támogassuk őket, és levegyük a vállukról azt a terhet, amit esetleg megélnek nehéz helyzetekben. Amíg a, akik könnyedén önkénteskednek, meg élményeket szereznek, színházi önkéntesek, vagy a múzeumi önkéntesek, őket kevésbé kell mentálisan megerősíteni. Hiszen van mindkét esetben program színházi és múzeum is. A színházi esetében mely teátrummal van kapcsolata a talentumnak? Szegedi Nemzet. Színházzal dolgozunk együtt, és egyébként ő nekik még pluszban vannak kiegészítő programjaik is, helyi alternatív színházban, vagy a Szegedi Szabadtéri játékokon is dolgoznak önkéntesek, tehát nagyon széles itt is a repertoár, amit lehet egy önkéntesnek ellátni tevékenységet. Tudunk példákat mondani? Az önkénteseknek egyrészt népszerűsítik a színházat rendezvényeken, az egy nagyon fontos, másrészt magán az eseményeken, a színházi előadásokon előtte, utána tudnak segíteni a vendégeket, kísérni, akár egy olyan rendezvény van, vagy olyan előadás, ahol nagyon sok vendég várható, nagyon sok néző várható, akkor ott tudják segíteni őket. Illetve hát a háttérben is, amikor vannak olyan színházi rendezvények, ami nem színházi előadás, hanem egy ilyen befogadott rendezvény, akkor ott az önkéntesek nagyon ügyesen tudnak segíteni egy-egy gálán, egy-egy valami jótékonysági koncertem. És akkor a múzeummal is van együttműködés, a Móra Ferenc Múzeummal? A Móra Ferenc Múzeum 2011-ben kezdte meg az önkéntes programját, és akkor nagyon sokat dolgoztunk együtt, segítettünk nekik felépíteni a menedzsment részét. De valójában a Móra Ferenc Múzeum most már önálló lábakra teljesen önállóan menedzseli és irányítja az önkénteseit, de nyilván egy jó szakmai kapcsolat, egy barátság van köztünk. Ha valami új programot szeretnének, vagy mi szeretnénk valami speciális programot, akkor nagyon sokat működünk együtt. Illetve helyszínként azt megemlíteném, hogy ugye nagyon illusztris helyszín, és december 5 az önkéntesek nemzetközi napja, és tavaly gondoltuk azt, hogy először csinálunk egy nagyvárosi gálát, ahol köszönetet mondunk az önkénteseknek, és a Móra Ferenc Múzeum azt mondta, hogy ő nagyon szívesen adná ehhez a dísztermét, úgyhogy ilyen baráti együttműködések is vannak, hogy emeljük az önkéntességnek a nevét és a hírét. Arról már ejtettünk szót, hogy felkészíti a talentum az önkénteseket és a fogadó intézményeket is, de emellett még különböző tanulmányokat is készítenek? Szoktunk kutatásokat végezni azért az önkéntességről, de mivel mi Szegeden vagyunk, Országos kitekintésű kutatásokat azért nyilván inkább Pestről csinálnak, inkább azokhoz bekapcsolódunk, de mi magunk is itt helyben felmértük azt, hogy például a fiatalok hogyan állnak az önkéntességhez, vagy például a tavalyi évben megnéztük azt, hogy hogyan fogadnak a szervezetek olyan önkénteseket, akik valamilyen hátrányos helyzetű személyek. Mert azért az, hogy az önkéntesség legtöbbször valamilyen hátrányos helyzetű személy segítésére irányul. De miért is ne lehetne egy vak fiatal? vagy egy kerekes ember önkéntes. De ez egy kicsit más munkát, egy menedzsmentet igényel, sokkal jobban fel kell arra készülni. És ezért azt néztük meg, hogy egy civil szervezet, hogyha ilyen személlyel dolgozik együtt, mennyire készül fel erre jobban, mennyire nehezítő tényező ez, vagy mennyire lehet azt mondani, hogy én nyitott vagyok rá, és felkészülök arra, hogyha olyan fiatal jön hozzánk, vagy egy olyan személy, aki mondjuk látásában korlátozott, akkor hogyan tudok vele együtt dolgozni. Hogyan tudom beintegrálni a többi, úgymond, épp önkéntesem közé? Mennyire jellemző, hogy ilyen sérüléssel élő emberek is önkénteskednek. Azt gondolom, hogy eddig nem volt ez nem annyira jellemző, hiszen ők egy-egy szervezethez tartoznak, ahol a hasonló élethelyzetben élő emberek vannak, és ott ők önkénteskednek, de hogy kimozduljanak, és épp személyek számára önkénteskedjenek, nem nagyon láttuk azt, hogy elmerik hagyni a területet, de most az idén dolgozunk azon, lesznek önkéntes akcióink, amikor siket és nagyot hallókat viszünk önkénteskedni, mozgáskorlátozottakat viszünk, és akkal is fogunk, illetve szeretnénk még autistákkal is, hogy pont megmutassuk nekik azt, hogy a komfortzónájukból merjenek kimozdulni, és ők is ugyanúgy tudnak egy óvodában énekelni, zenélni attól, hogy ők mondjuk látásukban sérültek, vagy nagyon sokféle módon, vagy egy kerekesszékes nagyon jól tud kerítést festeni például együtt más épp fiatalokkal, vagy középkorúakkal. Beszélhetünk ezekről a programokról, és említette, hogy felmérték a fiatalok körében, hogy a civil tevékenységek hogy alakuljanak, és hát a Talentum Alapítvány már régóta velünk van Szegeden. Mi megfigyelhető? a civilek terén, hogy szeretnek a szegediek civilként is segíteni másoknak? Szerintem az izgalmas Szegeden, hogy elég nagy város ahhoz, hogy nagyon sokféle civil szervezet és nagyon színes tevékenységű civil szervezet van, de ugyanakkor meg elég kis város ahhoz, hogy mindenki ismer mindenkit egy bizonyos körön belül, és nagyon jó kapcsolatok tudnak kialakulni, és nagyon jól tudjuk egymást is segíteni. Hát tulajdonképpen a Talentum Alapítványnak egy másik tevékenységi terület az önkéntességen kívül az, hogy civil központként is működik vagy ilyen civil módszertani központot is szoktunk csinálni, hiszen rájöttünk arra, hogy ahhoz, hogy az önkéntességet jól tudja egy szervezet menedzselni, civil szervezetként is jól kell tudnia működni. Ezért így elkezdtük a ott 2002 után fejleszteni a civil szervezeteket, mint szervezeteket is. Tehát, hogy különböző civil témákról tartunk online, meg személyes előadásokat, van egy civil piac nevű rendezvényünk, ahol népszerűsíthetik a civil szervezetek a tevékenységüket, mert ezek nagyon kapcsolódnak egymáshoz, ezért van egy elég jó rálátásunk arra, hogy kik vannak civil szervezetek Szegedem. Úgy gondolom, hogy olyan baráti, de legalábbis jó szakmai együttműködéseink vannak, és ha bármi közös programot tudunk csinálni, akkor nagyon jól együtt dolgozunk. Akik tényleg tevékenyek, és nagyon aktívak Szegeden, ott mindenki ismer mindenkit, és nagyon sok kapcsolódás van, és nagyon sokat tesznek azért, hogy Szegeden a lakosok számára tudjanak jó szolgáltatásokat nyújtani. Az önkéntesek száma hogyan alakult az elmúlt évtizedekben hozzávetőlegesen? Nyilván konkrét adatot nem tudok mondani, hiszen ilyen felmérést mi sem készítettünk, de az látszik, hogy amikor 2002-ben elindultunk, még ez nagyon különleges volt, olyan furcsa is volt, hogy miért dolgozzak ingyen, ez a szemlélet, hogy ez ingyen munka, az öngéntesség, ez már hál' Istennek nem szokott nagyon ritkán, vagy sokkal ritkábban jelenik meg, mert rájönnek az emberek arra, hogy egy múzeumba elmenni, egy színházba elmenni, nyilván nem a pénzért megyünk, hanem azért, mert ott valami mást kapunk, valami mást látunk, de nagyon sokan szeretnek olvasni, és bemenni egy idős otthonba, és felolvasni egy regényt, akik már ugye ott nem tudnak olvasni, mert már nem látnak. Ez egy olyan jó érzés az embernek, és hát ezért vagyunk mi is, hogy ezt így hogy megértsék az emberek, hogy nem mindig a pénzt kell. Nyilván, amikor fizetésért dolgozunk, a pénz a fontos, eltartani a családunkat, de amikor szeretnénk valami egyéb pluszt bevinni az életünkbe, élményeket gyűjteni, tapasztalatokat segíteni másoknak, akkor nagyon jó arra az önkéntesség, arra egy tökéletes forma. És azt is el lehet mondani, hogy a fiatalok esetében, de hát mindenki esetében az önkéntesség egy tanulási helyzet, hiszen megismerek egy célcsoportot, mondjuk egy idős korosztály, be kell járnom időre, ott valamilyen tevékenységet kell végeznem, ügyesnek, összeszedetnek kell lennem. El kell jönnöm otthonról, fel kell öltöznöm. És amikor tevékenykedek, a visszajelzések alapján ez egy nagyon erős önismereti helyzet is egyébként. És az önkéntesség ebben nagyon jó, hogy erre most már kezdenek rájönni az emberek, hogy ez egy önismeret, egy sikerélmény gyűjtési lehetőség. Mi a jellemző, hogy valaki, aki egyszer elkezdett önkénteskedni, az folyamatosan ott akar lenni és segíteni, vagy pedig az embereknek van egy időszak az életükben, amikor keresnek valamit, és az önkénteskedésben mm -hmm. találják meg? Nagyon-nagyon változatos, mert fiatalok általában keresnek valami tapasztalatot szeretnének szerezni, aztán ugye megváltozik az életük adott esetben, mert megházasodnak, gyerekeik lesznek, akkor nyilván kicsit kevésbé önkénteskednek talán. Aztán utána megint a középkorosztály azt mondja, hogy ő megint szívesen önkénteskedik. Van, aki direkt olyat csinál önkéntesként, ami a szakmája. Van, aki direkt teljesen másban szeretné magát kipróbálni, és van, aki azt mondja, hogy én elköteleződök egy civil szervezetnél, és örök életre ott szeretnék lenni, mert engem az a téma nagyon érdekel. Valaki megváltogatja, kicsit kipróbálja egy évig, kettőig magát egy helyen, és utána elmegy egy másik szervezethez, és ott valami egész más csinál. Úgyhogy ez nagyon-nagyon változatos. Erről lehet, hogy érdemes lenne egy kutatás, hogy mennyire sok színű tud egy életen belül is lenni, de az életünk végéig tudunk önkénteskedni, úgyhogy nagyon sok mindent ki lehet próbálni. Van olyan önkéntes, aki a kezdeti időktől a talentum alapítványjal, és alapítványnál van. Vannak ilyen önkéntesek, de ők is voltak, akik amikor kicsit így jobban eltávolodtak az élethelyzetükből adódóan, aztán most megint újra visszatértek, szóval elég nagy a mozgás. Úgy szoktam mondani, hogy olyan, mint a holdnak a hold udvara, hogy itt vannak körülöttünk, és mi mindig megszoktuk őket hívni egy-egy feladatra, és utána eldöntik, hogy ők jönnek vagy nem jönnek. Amikor azt mondják, hogy igen, jövünk, akkor már számítunk rájuk. Az nagyon fontos, meg minden civil szervezet számít az önkéntesekre, de addig szabad akarata van, amíg eldönti, hogy szívesen részt venne egy önkéntes tevékenységbe. És mi is így vagyunk, hogy van egy adatbázisunk, amiben benne vannak az önkénteseink, a régiek, az újak, mindenki, és mindig így meghívjuk őket. És aztán, amikor így eldöntik, hogy jönnek, akkor örülünk nekik, hiszen a régi látott arcokkal nagyon jól tudunk együtt dolgozni. Ha valaki úgy dönt, hogy önkéntes lesz, akkor mindenképpen valamiféle felkészítésen részt fog venni? Nem feltétlenül. Attól függ, két lehetőség van. valaki bizonytalan, az nyugodtan keresse a talentum alapítványt, és segítünk neki. De ha valaki tudja, hogy mondjuk én környezetvédelmi önkéntességet szeretnék csinálni, az nyugodtan célirányosan rákereshet olyan szegedi természetvédelmi szervezetre, akik fogadnak önkénteseket, van is ilyen, és nagyon is jó kis szervezet, érdemes hozzájuk is menni önkénteskedni. De ha valaki állami gondozásban élő gyerekekkel szeretne segíteni, éppen az ágota, a tábor keres most önkénteseket, akkor őket direktben egyből lehet megkeresni, nem kell hozzánk bejönni. De ha valaki bizonytalan, szeretne információkat, akkor jöhet hozzánk. És mindig az adott civil szervezet is, és mi is eldöntjük, hogy felkészítésen kell -e átesni az önkénteseknek, vagy mondjuk egy-egy akcióra Nyilván most, hogy elmegyünk kerítést festeni, arra nem készítjük fel az önkénteseket. Egy kicsit ott az elején beszélünk arról, hogy miért csináljuk ezt, de egészen más egy kórházi szituációba beengedni embereket, ott tényleg Szigorú felkészítés van. Hiszen ott különböző biztonsági előírások Igen. Igen, és mentális dolgokra is oda kell figyelni. Van pszichológus, aki segíti a munkájukat? Igen, mentálhigiénész szakemberek vannak, akiket felszoktunk arra kérni, hogy egy kicsit beszélgessünk az önkénteseinkkel, akik mi úgy szoktuk mondani, hogy nehezebb terepen dolgoznak, ahol mentálisan akár megérintődnek. Csoportosan szoktunk velük foglalkozni, ha pedig azt látjuk, hogy valaki nagyon megérintődik és nehezen dolgozza fel a helyzetet, akkor azt egy kicsit így külön is szoktuk segíteni olyankor mondhatjuk neki azt, hogy tartsa kicsit magát távol ettől az önkéntes tevékenységtől, pihenjen, és csináljon valami más, olyat, amiben direkt egyből örömforrást lát. És ugye említette, hogy a Talentum Alapítvány civil központként is működik. Igen nemzetközi szinten is vannak kapcsolatok? Természetesen, hiszen nemzetközi program projektekben is. Azok nyilván jobban ilyen projekt típusúak, illetve a Talentum Alapítvány tagja az Európai Önkéntes Központok hálózatának, hiszen nem csak Magyarországon vannak önkéntes központok, hanem Írországtól Görögországig mindenhol, és van egy szervezet, egy nagy hálózat, aki ezeket összefogja, és éppen az elmúlt héten jártunk Trentóban, mert kitalálták azt, hogy az önkéntességnek legyen mindig egy fővárosa, Európában, és az idei évben 2024-ben Trento az önkéntesség európai fővárosa, ahol így mintát adnak arra, hogy egy egész várost hogy lehet önkéntességre megmozgatni. Tényleg a polgármestertől kezdve mindenki önkénteskedik ebben az kiemelt évben, és utána ezt aztán a későbbiekbe beépítik az életükbe természetesen, szóval nagyon sok hozadéka van, és nagyon sok példával járnak elő más városoknak, országoknak, hogy hogyan lehet egész városra kiterjedően az önkéntességet szervezni. Úgyhogy ez is egy olyan, hogy nemzetközileg is gyűjtjük az ötleteket, a kapcsolatokat, mi is adunk ötleteket másoknak. Külföldi diákok é. is itt vannak, vagy voltak? Külföldi fiatalok. Nem feltétlen kell, hogy diákok legyenek. Ez az Európai Uniónak egy programja, az Európai Szolidaritási Testületi Program. Ez arról szól, hogy fiatalok elmehessenek külföldre önkénteskedni, és akkor az önkéntesség által ők kipróbálják magukat, tanuljanak önmagukról, tanuljanak arról az országról, annak az országnak a kultúrájáról, és természetesen az önkéntes tevékenységekről is. Ezért mi szoktunk is küldeni is külföldre fiatalt, aki talál magának kint egy lehetőséget. Németországba, Finnországba, Spanyolországba voltak, meg Ausztriába is most van pont kint egy önkéntes, illetve mi magunk is szoktunk ugyanígy fogadni, és most az idei évben egy nagyon izgalmas gondolatunk volt, tíz török fiatalt fogadtunk, mivel most van a magyar török kulturális évad, ezért annak keretében azt gondoltuk, hogy fogadunk tíz török fiatalt. Az volt a feladatuk, hogy olyan területeken mutassák meg a kultúrájukat, akik nem tudnak annyira utazni. Idős otthon, idős klub, fogyatékosok intézete, vakok. Ők ugye nem tudnak olyan könnyen úgy utazni, mint ahogy mi szoktunk, ezért mi oda hozzájuk Törökországot, jöttek a török fiataljaink, ők énekeltek, zenéltek, előadást tartottak Törökországról, és nem utolsó sorban az is volt a célunk, hogy megtaláljuk azokat a magyar-török kapcsolódásokat, amik nagyon erősen összekötnek bennünket az ételeink, a kultúránkon keresztül.